Luther Mártont édesapja nem a papi pályára szánta, hanem jogásznak. Épp ezért elég csalódott volt akkor, amikor Márton, vagy Martin, ahogy a németek mondják, előállt azzal a tervével, hogy ő szerzetes lesz. Ez persze a családjában és a környezetében is sokféle hullámot kavart, és Luther életében is egy olyan időszak vette kezdetét, ami egészen napjainkig tart a hullámaiban. Luther Márton a kora vallásához, vagy vallási gyakorlatához hasonlóan a liturgiákban, a különböző cselekedetekben próbálta megtalálni az üdvösségét, ám nem nyert a lelke békét. Az volt a probléma, hogy minél komolyabban próbálkozott, annál kétségbe esettebb lett, és nagyon nagy változás hozott az életében az, amikor a szerzetes társaitól kapott egy Bibliát. Elkezdte tanulmányozni, és ebben a tanulmányozásban olyan új felfedezéseket tett, és olyan belső reformot élt meg, ami nem csak az ő életében, hanem egész Németország, egész Európa és az egész világ életében nagyon komoly változásokat hozott. Erről a folyamatról fogunk gondolkodni majd a következő előadásunk alkalmával, amire szeretettel várunk minden érdeklődőt.